Sziasztok! Egy örömteli hírt és egy örömteli dolgot szeretnék megosztani veletek az Úristen kegyelméből, arról, hogy mit cselekedett Jézus az életemben, az életünkben, és hogyan tesz róla bizonyságot újra és újra, hogy ő valóban él, és valóban itt van, és szól hozzánk, és cselekszik. Hatalmas öröm van a szívemben és a lelkemben, és hatalmas boldogság és hála van bennem, hogy megélhettem ezt, és legfőképpen számomra egy hatalmas bizonyság, hogy Jézus ismét bebizonyította azt, hogy valóban él, és valóban kapcsolatban tudunk lenni vele, és hall minket, és beszél hozzánk. Nem is olyan, mintha itt lennék a földön, annyira betölt a lélek, és annyira akkora öröm van a szívemben, és még számomra is ez felfoghatatlan, és egyszerűen csak csodálkozom, és gyönyörködöm a jó Istenben, hogy mire képes, és hogy mennyire szeret minket, és mennyire valódi a vele való kapcsolat. A történet egy közeli hozzátartozómmal történt, és 2 héttel ezelőtt ez a hozzátartozóm megbetegedett, és különböző tüneteket produkált. Különböző tünetei voltak, amik arra utaltak, hogy elkapott valamilyen vírust. És minden jel erre utalt, bár orvos nem támasztotta ezt alá, hiszen nem fordult orvoshoz, hanem próbálta saját gyógyszereivel, illetve különböző praktikákkal meggyógyítani önmagát. Mivel napi kapcsolatban vagyok ezzel az illetővel, ugye ő vallotta is magáról, hogy elkapott egy vírusfertőzést, és betegsége van, de napi kapcsolatban voltam vele, és az volt az érdekes számomra, hogy meg sem fordult a fejemben az, hogy én elkaphatom, vagy hazahozhatom ezt a betegséget. Egyáltalán, mintha el is felejtettem volna azt, ugye, hogy milyen helyzetben van a világ. Teljesen, mintha kivették volna a tudatomból ezt a dolgot, hiszen az utóbbi időben teljesen más dolgokkal voltam elfoglalva. Jézussal, az ő szavaival, a tanításaival, és Istennek, Jézusnak a megismerésével, és teljesen kiszakadtam ebből a hétköznapi világból, ugye a hírek világából és minden másból, abból, hogy milyen helyzet van, és hogy nekem esetleg távol kellene magamat tartanom ettől a beteg embertől.
így nem is. Tehát eszembe sem jutott soha, amikor hozzámentem, hogy esetleg maszkot vegyek, vagy védekezzek, tehát mintha nem is történne az a helyzet, ami a világban van. Annyira elkerülte a figyelmemet ez a dolog. És én látogattam őt ugye napi szinten, és vártuk ugye a gyógyulását. De a tünetek nem akartak enyhülni, sőt, egyre durvábbak és egyre nehezebbek lettek. És az egyik nap felhívtam őt reggel, hogy hogy van, és mondta nekem, hogy hát nagyon nincs jól. Nagyon-nagyon rosszul van, le van gyengülve teljesen, alig bír kikelni az ágyból, épp hogy csak a napi teendőket elvégzi, de már is elfárad is, hiszen jártányi ereje sincs tulajdonképpen. És hát bevallom őszintén, hogy megijedtem, hiszen tudtam azt, hogy napokig küzdött egy olyan tünettel, hasmenéses tünettel, aminek az lett a következménye, hogy 3 nap után, miután minden kijött belőle, nem tudott inni sem, enni sem, ugye kiszáradt. És hát én tudtam, hogy ezzel nem igazán lehet viccelni, mert sajnos én már kisfiammal egyszer megjártam ezt az utat, kórházban is voltunk, amikor kiszáradt, és több napokig voltunk kórházban emiatt. Tudom azt, hogy ehhez, tehát tudtam azt, hogy ehhez orvos szükséges. Na de az történt, hogy indultam hozzá, meg gondoltam, hogy ugye megijedtem, és elkezdtem itthon kutakodni, hogy milyen gyógyszereim vannak esetleg, mit kell rá szedni, mit kell rá alkalmazni. És ugye elkezdtem keresgélni gyógyszerek között, és interneten is elkezdtem kutakodni, hogy mi az, amit lehet ilyenkor használni, mit kell tenni, és elindultam hozzá. Elmentem, vittem neki egy kis csomagot, és meglátogattam, és hát láttam, hogy valóban nem jól van. Aztán mondta, hogy megkívánt egy kis pogácsát, talán az jó lenne, talán azt megenni, és az tápláló is lenne, mert érzi, hogy teljesen ki van száradva, ugye szája is teljesen hiába issza a folyadékot, már azt sem bírja inni, de étvágya sincs semmi, és hogy nagyon-nagyon gyenge. És én mondtam, hogy jó, akkor elmegyek, és szerzek neki pogácsát, és elindultam. És valamiért az volt a fejembe, az jutott az eszembe, mint hogyha, hogy neki van szüksége valami gyógyszerre, és ezért eldöntöttem, hogy be fogok menni a gyógyszertárba, és veszek neki gyógyszert erre a kiszáradásra, és majd hozok neki. És ahogy ezen gondolkodtam, egyszer csak bevillant az elmémbe, így mondogattam is magamba, hogy ugye mire van szüksége a kiszáradt embernek, hát ugye sóra,
és vízre van szüksége. És ezt így mondogattam, mintha egy bevásárló listát mondogattam volna magamba, de nem is tudom, hogy miért, vagy hogy honnan jött, de ezt mondogattam magamba, hogy só és víz, só és víz, só és vízre van szüksége. Ugye, mintha olvastam volna, vagy mondogattam volna, hogy megjegyezzem, és ne felejtsem el, hogy mit kell majd vásároljak, hogy sót és vizet kell majd gyógyszertárba kérnem esetleg, vagy hogy mire van szüksége. És ahogy ezt mondogattam magamba, hogy só és víz, egyszer csak megvilágosodott valami, minthogyha Jézus szólt volna hozzám, hogy igen, neki vízre van szüksége, és sóra, és de nem a gyógyszertárból, nem menj a gyógyszertárba, és neki élő vízre van szüksége, és sóra. És eszembe juttatta azt a szavait, hogy ti vagytok a föld sói, és ebben a pillanatban egy olyan élmény, egy olyan boldogság, és egy olyan öröm kapott el is, és olyan tudatosság, hogy hát tényleg, neki élő vízre és sóra van szüksége. Ugye a kiszáradt embernek sót és vizet kell adni, és ő neki élő vízre van szüksége. Nem kell, hogy menjek én a gyógyszertárba, hiszen neki élő víz kell, és só. És ebben a pillanatban megértettem, hogy nekem beszélnem kell neki az evangéliumról, beszélnem kell neki Jézusról, és neki erre van szüksége. És nem is mentem a gyógyszertárba, hanem már jöttem hazafelé boldogan, hogy akkor majd fogok neki beszélni az evangéliumról és Jézusról. Csak ugye elkezdtem gondolkodni, hogy hát de mit fogok én mondani, vagy hogy fogom én ezt elkezdeni, vagy egyáltalán mit mondjak, hogy lássak hozzá, hiszen én nem ismerem még annyira a Bibliát, én még az utam elején tartok, nemrég ismertem meg Jézust, és éppen, hogy csak ráléptem a keskeny útra, és nincs nekem bibliai tudásom sem még, csak az, amit ő megtanít velem, amire ő rávezet, és elkezdtem ezen aggodalmaskodni, és mondani Jézusnak, hogy hát én ezt, hogy fogom én ezt megcselekedni, hogy mit fogok mondani, és egyáltalán hogy kezdjek hozzá. És gyártottam a hazafelé úton nem tudom hány elméletet és hány szövegrészt, hogy majd én mit fogok mondani, hogy fogom rávezetni, hogy fogom bevezetni az evangéliumot, hogy fogom a szót Jézusra terelni. És ezeket szépen gyártottam A, B, C tervet, és mindenfélét, hogy hogyan fogom ezt elkezdeni és elmondani, és mit fogok mondani. Próbáltam előkutakodni az emlékeimből Jézusnak azokat az evangéliumokat, azokat Jézusnak azokat a szavait, amelyek eszembe jutottak. És egyszer csak azt éreztem, hogy hát ez így nem jó, ez így nem lesz jó. És akkor abban a percben ismét szólt hozzám Jézus, és azt mondta, hogy csak figyelj. Azt mondta, hogy csak rám figyelj. És tudtam, hogy mit kell cselekednem. Tudtam, hogy azt kell tegyem, hogy eldobom ezeket a legyártott elméleteket, amiket én összeszedtem, és a gondolkodásommal, akaratommal próbáltam összeállítani egy monológot, hogy majd mit fogok mondani, és hogyan fogom az egészet feltárni. És elengedtem mindent,
és tudtam, hogy csak annyi a dolgom, hogy figyeljek Jézusra. És nem tudtam, hogy hogyan, nem tudtam, hogy miként, de azt éreztem, hogy most jött el az idő, hogy megcselekedje ő ezt én bennem is, és én pedig átadjak neki ismételten minden erőlködést, minden tudást, és minden gondolkodást, és csak az az egy feladatom van, hogy én őrá figyeljek, és bízzak ő benne. És így is történt. Mondtam, hogy rendben, rendben, atyám, én kivárom akkor azt, hogy te mit fogsz cselekedni, és hogy mit fogsz mondani. És hazaértem, beértem az ismerősömhöz, és a hozzátartozómhoz, és átadtam neki a csomagot, és leültem egy kicsit, és vártam. Vártam, hogy mi fog történni, vártam, és figyeltem. Nagyon-nagyon figyeltem Jézusra. És beszélgettünk hol erről, hol arról. Már az egész kezdett olyan kilátástalannak tűnni, hogy na ebből aztán itt nem lesz evangélium. Ezekből a témákból itt nem lesz élővíz, itt nem lesz evangélium, de továbbra sem szaladtam elébe Istennek, hanem továbbra is csak vártam. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy egyszer a nagy csöndben lett egy csönd, és ez a személy hirtelen elkezdett beszélni a múltjáról. Elkezdtek belőle ömleni a szavak. Elkezdtek belőle ömleni a fájdalmai, a sérelmei, a sérülései, a sebek, amiket ejtettek rajta. Egészen gyerekkoráról, a gyerekkoráról mesélt nekem fájdalmas és szörnyű, szörnyű dolgokat, és tényleg fájdalmasakat. És egyszerűen csak ömlöttek belőle, és ömlöttek, és jött, és jött, és kizúdította, kimondta ezeket a fájdalmait, és éreztem, hogy egyre több emlék jut eszébe, és éreztem, hogy szakadnak fel a sebei. És ebben a pillanatban én csak gyönyörködni tudtam, és megértettem azt, hogy ennek a személynek tényleg élő vízre van szüksége ahhoz, hogy meggyógyuljon. Láttam, hogy ez a betegség, ez belülről jön, az ő fájdalmaiból, az ő sebeiből, az ő sérüléseiből. És megértettem, és annyira csodálatos volt, hogy Isten ezt így elrendezte, hogy nekem nem kellett szólnom egy szót sem, csak figyelnem, egyfolytában figyeltem, és vártam türelmesen, hogy mit fog cselekedni Jézus. És már mikor teljesen kilátástalannak tűnt, hogy itt nem lesz szó evangéliumról, hát nincs olyan, hogy ebből a témából eljussunk Krisztushoz. És egyszer csak megnyíltak az ajkai, nem az én ajkaim, hanem az ő ajkai nyíltak meg, és ömlöttek belőle a sérelmek és a fájdalmak. És éreztem azt, hogy a lélek az ott van, és minden egyes emlék után, minden egyes fájdalma után nekem Jézus eszembe juttatott egy-egy igét,
megértéssel az ő szavait, és el tudtam mondani azokat. Mindegyik emlékhez, mindegyik sérelméhez és fájdalmához volt egy ige, amit eszembe juttatott. Volt Jézusnak mindegyikhez egy szava, vagy egy olyan dolog, amit már én átéltem Jézussal, és bizonyságot tett Jézus az életemben erről, és el tudtam neki mondani az én bizonyságaimat, amiket én megértettem, amiket én megéltem, és annyira csodálatos módon össze volt kapcsolva, hogy mindenre tudtam, nem én, mert nyilván nem én, hanem hiszen éreztem, hogy a lélek van ott, hanem Jézus a lélek által mindenre tudott neki válaszolni, és vigaszt nyújtani. És én el tudtam ezeket mondani, illetve nem én, hanem én azt gondolom, hogy ő szólt rajtam keresztül, mert én képtelen lettem volna ezeket felidézni. Én képtelen lettem volna ezeket megjegyezni saját magamtól is, és hogy ennyire odaillően, hogy melyik emlékéhez, melyik fájdalmához, melyik ige rész, melyik az evangéliumból, melyik rész illik, melyik történet. Én ezt nem tudtam volna megcselekedni, és jöttek belőlem is a szavak, ömlött belőlem az evangélium, ömlöttek belőlem a megértések, és én tudtam, hogy ez a személy, ő most szabadul, és mondtam is neki, hogy csodálatos dolog történik most itt, mert itt van a lélek, és Isten nem véletlenül juttatta ezeket az emlékeket a te eszedbe, nem véletlenül jönnek fel ezek az emlékek, hanem kiömlöttek belőled, és te most szabadulsz. És én éreztem azt, hogy könnyül, hogy meg könnyebbül a lelke, hogy elmondhatja, és én meghallgathatom ezeket. Csodálatos volt ezt így megélni, és biztos voltam abban, hogy meg fog gyógyulni, mert azért ömlöttek így ki belőle ezek a szavak, ezek a fájdalmak, ezek a sérelmek. Ugye tükrözik azt, hogy a folyadék is és az étel is átfolyt rajta. Ahogy az étel nem maradt meg benne, és nem maradt meg benne a folyadék sem, kijött belőle, kizúdult belőle. Úgy zúdultak ki most belőle a fájdalmak és sérelmek, a megemésztetlen fájdalmak és a megemésztetlen sérelmek és sérülések, amiket eddig magában hordozott, és nem tudott kimondani. És előtte, mikor még oda tartottam hozzá, még gondolkodtam rajta, hogy mit tegyek, hogy tegyem a kezemet a fejére, és imádkozzak, ahogy azt régen nekem megtanították. És egyszerűen nem vitt rá a lélek, hogy én azt tegyem. Nem. Egyszerűen nekem csak az volt a dolgom, hogy várni Jézusnak a cselekedetét, figyelni rá, és egy hallgatóság kellett, hogy legyek, hogy valakinek el tudja mondani ezeket a dolgokat, valakinek ki tudja önteni a lelkét, ezeket, hiszen ezekről ő nem beszélt soha, és rengeteg, és szörnyű, és fájdalmas dolgok, és még az én lelkemnek is nehezek voltak ezeket elviselni, és nehéz azóta is elviselni, hanem nekem csak egy hallgatóság kellett, hogy legyek, egy eszköz, és Jézus így tudta
az élő vizet és a sót megadni neki, azáltal, hogy én meghallgattam és beszélhettem neki az evangéliumról, és vigaszt nyújthattam neki Jézus Krisztus szavaival. Nem én nyújtottam vigaszt, hanem Jézus nyújtott neki vigaszt. Ő vigasztalta a saját szavaival, és azokkal a történetekkel, cselekedetekkel, amiket ő megcselekedett, akár az evangéliumban, az ő korában, vagy akár az én életemben is, és el tudtam neki mondani ezeket. És éreztem, hogy megkönnyebbült, és én annyira boldog voltam, és biztos voltam abban, hogy ő meg fog gyógyulni, mert megkapta azt, amire neki szüksége volt. És mondtam is neki, hogy a búcsúzáskor, hogy amíg elmentem neked pogácsát venni, közben szólt hozzám Jézus, és azt mondta, hogy vízre és sóra van szükséged, élő vízre, az ő szavaira. És most megkaptad az élő vizet, és a sót is. És most már meg fogsz gyógyulni. És megöleltem, és eljöttem. És másnap reggel hívtam telefonon, és kérdeztem, hogy hogy van, és mondta, hogy sokkal jobban. Van most már ereje, nem mondja azt, hogy meggyógyult teljesen, de érzi azt, hogy sokkal, de sokkal több ereje van, és nagyobb ereje van. El tudott menni dolgozni, és eszik bőven, bőségesen, és iszik, és nem jön ki belőle, és hogy érzi azt, hogy van ereje. Megújult az ereje, ugye? Számomra ez a történet ismét egy újabb bizonyság arra, hogy tényleg, hogy Jézus él, és ez olyan akkora élmény bennem, hogy ezt így megtapasztalhattam és megláthattam, hogy egyszerűen nekem most nem jut eszembe semmi, hogy igével alátámasszam, vagy újabb megértést mondjak ezzel kapcsolatosan. Egyszerűen leírhatatlan dolog az, amit érzek, Istennek az ereje, Jézusnak az ereje, a szavai, ahogy az eszünkbe juttatja, és tudja, hogy mikor, mit kell, hogy mondjunk, hogy használ minket, és hogy összerak dolgokat, és az pedig, hogy látni egy embert, aki terhektől, fájdalmaktól és súlyoktól szabadul meg a szemünk láttára, azáltal, hogy mi csak meghallgatjuk, mert ebben a világban igazából, és én is olyan voltam, hogy meg se hallgattam szinte embereket úgy. Meghallgattam természetesen, de nem hallottam, hogy mit mondanak. Nem hallottam, és nem éreztem azt, hogy ők miért kiáltanak. Hogy mire van szükségük, hogy ezek az emberek kiáltanak, mindannyian kiáltanak a segítségért, és így lehet nekik adni az élő vizet, és ugye megízesíteni a lelküket a sóval, Jézus szavaival, és az, hogy látni egy embert, ahogy így szabadul, ez leírhatatlan érzés, és nem is tudok mit mondani.
és nem is szeretném ezt tovább ragozni. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én most értettem meg igazán, hogy mit jelent az, hogy gyermeknek lenni. Hogy mit jelent a gyermeki lelkület. Hogy amikor valóban minden gondolkodást félretesszünk, és minden erőlködést, és csak figyelünk. Figyelünk Jézusra, és figyelünk a jó atyánkra. És hagyjuk, hogy ő cselekedjen. Rábízzuk magunkat. És ugye nem hiába szólt hozzám, hogy csak figyeljek. Ezt már korábban is mondta, ez volt. Ezzel a mondattal engem már egyszer megmentett, és ugyanez volt a tanulság belőle, hogy csak ráfigyeljek, és akkor is, mikor először mondta ezt nekem, hogy csak rám néz, és csak ráfigyeljek, akkor saját félelmeimtől mentett meg, és ezáltal tudtam találkozni ő vele, hogy megüresítettem magam, és félretettem minden akaratomat, és ezt most is bebizonyította, hogy csak rá kell figyelnünk, és figyeljük azt, hogy ő mit cselekszik. Bízzunk benne. Ezt jelenti gyermeknek lenni. Félretenni mindent, és bízni ő benne, rábízni a lelkünket, rábízni a körülöttünk lévő embereket, és még ha akkor is, ha a körülmények nem azt mutatják, ami történik, és számomra az is nagy dolog, hogy semmit nem kaptam el tulajdonképpen. Semmit, és meg sem fordult a fejemben az, hogy én bármit is összeszedhetek, vagy elkaphatok tőle. Egyszerűen ez számomra egy csodálatos dolog is, és nem is találok rá szavakat. Én remélem, hogy ha nektek nem is akkora bizonyság ez, mint nekem, de kívánom azt, hogy mindannyian éljétek át ezt a jó atyánknak a gondoskodását, azt, amikor Jézus a lelke által használt titeket, és beszél rajtatok keresztül, és cselekszik, és hogy mindenki tudjon gyermek lenni, hogy megüresíteni magát, és hogy valóban gyermeki lélekkel várni, és figyelni ő rá, hogy most mit fog cselekedni, és feleslegesek az elgondolások, a legyártott elméletek, minden felesleges, a tervek, mert csak ő rá kell, hogy hagyatkozzunk, és csak ő rá kell, hogy figyeljünk. Én ezt kívánom nektek, hogy ti is legyetek részesei ilyennek, ilyen történetnek, ilyen érzésnek. Persze, lehet, hogy már voltatok, és csak nekem új, mivel az utam elején vagyok, de számomra óriási bizonyság ismét, és ismét közelebb kerülhettem ezáltal Istenhez, és Jézushoz, és szorosabb lett vele a kapcsolatom, és nőtt a hitem, mert nekem van szükségem ezekre a bizonyságokra, mert az én hitem az, ami meginog. Az én hitem az, ami nem bízik
Én megyek le a keskeny útról, és én engedem el az ő kezét, nem ő. Tehát ezekre a bizonyságokra azért van szükség, hogy erősödjön a hitem és a bizalmam, amit Jézusba és a jó atyánkba vetettem. Isten áldjon titeket!